Gombkötő Viktória és Mészáros Mityu alkotják a balkáni akusztikus duót. Hobbiból, szerelemből, élvezettel zenélnek. A zenének az eredete az a Vikitől származik. Ő szeretett bele ebbe a balkáni zenébe, meg a balkáni táncokba már rég, és akkor lecipelt engem balkáni táncházakba. És ott én is megszerettem ezt a zenét, eltartott egy darab, amíg ráálltam, mert én a rockzenébe jövök, ahol minden ugye páros ritmusú, itt meg páratlan ritmusok vannak. Tehát a balkáni zenének egyrészt ugye van egy harmónia világa, amit lehet hallani, másrészt meg ez a jellegzetesség, hogy páratlan ritmusok vannak, ez egy elég szép kihívás egy gitárosnak, úgyhogy ez egy izgalmas feladat. Honnan a szerelem, honnan ez a vonzalom a balkáni zene iránt? Balkán táncházba járok. Most már 10 éve, de kb. 13 éve hallgatok zenét, itt közben összeadtam a fejembe, hogy ez hogy is volt. Hát ugye 3 év intenzív zenehallgatás és hangszeres gyakorlás, én akkor vettem a klarinétot, mert én rögtön beleszerettem, ez ilyen szerelem első hallásra volt. És hát zeneiskolában tanultam a klarinét alapjait, 30 évesen, tehát klasszikus zenét. És akkor én ezt annyira akartam és annyira szerettem, hogy én eljártam a táncházakba, ezért megtanultam táncolni. Hogy megértsem ezt a nagyon furcsa ritmust, hogy ne essek mindig hasra, hogy mondom, nekem ezt táncolnom kell. És hát így tanultam meg zenélni is, hogy mindig hallgattam és táncoltam ezeket a számokat. A balkáni zene egyediségét általában a tamburák, a klarinét és a harmonika összhangja határozza meg. A zenében az emberközpontúság, a természetesség és a szélsőséges, dinamikai és érzelmi árnyalatok mind-mind érződnek. Duó az ön szempontjából, tehát hogy milyen nehézségeket, milyen örömöket jelent? Nagyon jó kérdés, igen, mert pont ez a lényege a duónak, amit megfogad, hogy ilyenkor ugye a gitárnak kell a teljes zenekart pótolnia, vagy reprodukálni. Tehát amíg egy normál együttesben 6-7 ember van, ugye basszusgitár, dob, harmónia hangszerek, tehát tonális hangszerek, és együtt adják a hangzást. A duónál ilyenkor ugye egy szál gitárral kell a teljes kíséretet, tehát a harmóniát, a ritmikát, az egésznek a testét megadni. Tehát ez egy nehéz dolog. Nagyon sokat szoktam viaskodni. Tehát amikor gyakorlunk, akkor is egy csomószor megállunk. Tehát amikor így bemérgesedek, hogy ez így nem jó, nincs elég teste a zenének, tehát nem érzem, hogy körülvenni a dallamot. Akkor másik alkalom meg úgy érzem, hogy a ritmika nem elég lendületes. Szóval tényleg komoly feladat. Az egymásra hangolódás és a hasonló rezgés azonban átsegíti a duót a nehézségeken. Az összeszokottság is fokozza az összhangot, bár még csak egy éve zenélnek együtt. Klarinét hangját egy nádból készült vékony lemez kerezgése adja. Nem csak a balkáni zene, de a klasszikus, a jazz és a klezmer, illetve a cigányzene fontos elemét is képezi. Hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel 4 oktáv.
A gitár azonban talán a legsokoldalúbb hangszer, hiszen típustól és zenei stílustól függően betöltheti a szólista szerepét, vagy éppen csak alapot szolgáltat. Milyen érzés ezt a zenét ülve előadni, és nem táncosokat látni magunk körül? Nagyon nehéz, viszont én nem csodálkozom, hogy nem táncolnak rá, mert nehéz. Ezeket meg kell tanulni. Tehát majd, hogy nem koreográfiái vannak ezeknek a számoknak, 7-8-ados, 5-8-ados nótákat hoztunk most többnyire, de hát vannak 9, meg 11-8-adosak is, tehát azok már még bonyolultabbak, úgyhogy itt a lakosság nem hiszem, hogy ismeri, tehát akik nem járnak rendszeresen táncolni, azok ezt nem tudják. Amíg a tánc még váratott magára, a pavilonban felsorakoztak a klasszikus zene képviselői, az Óbudai Danubia zenekar harsonásai, hiszen a 6. vekerlei sörkör volt az első vekerlei kulturális sörkör. Hogyan válhat a sörfogyasztás kultúráltá? Szeretjük a sört, figyelünk arra, hogy milyen minőségi sört iszunk, milyen az íze. Ugye nagyon sokfélék ezek a sörök, akik szeretik a söröket, tudják, ugye, hogy világos, vörös, barna sör, és onnantól kezdve bármi lehet még. És hát a lényeg az egyébként ezeken a vekerlei sörkörökön, ami egyébként mondom 6. éve már a Magyar Kollégiumnak a rendezvényei itt a Koskároly téren, hogy a találkozás a lényeg, tehát hogy nem csak a sör miatt vagyunk itt, hanem hogy barátok, önkéntesek, sörrajongók találkozzanak egymással, beszélgessenek, sört igyanak, és kiváló zenéket hallgassanak. Szerintem ez a kulturált sörfogyasztás. Zenekarban hátul ülünk, ugye hátsó sorban gyakorlatilag szinte én mondjuk biodíszlet vagyok a legtöbb szimfonikus költeményben. Nagyon kevés szóló rész van, de mi is nagyon szeretünk a színpad elejére kikerülni, ezért szeretnénk megismertetni a közönséggel, hogy a mi hangszerünk is egy szóló hangszer is lehet, akár a tuba is, vagy a harsona is, és olyan darabokat válogatunk össze minden egyes koncertünkre, ahol minél színesebben tudjuk ezt megmutatni a kedves közönségnek. Csak a rumba tüzes ritmusa vagy a Pink Panther andalító zenéje csendült fel, hanem a legkiemelkedőbb klasszikusok darabjainak átdolgozásai is. Mit tudnak ezek a hangszerek, a fúvos hangszerek? Mi az ő szépségük? Hát én csak a saját hangszerem tudok beszélni. Ugye a tuba egyébként a legfiatalabb
részfúvós hangszer, és egyébként a legyben a legjobb is, de ezt nem hazabeszélek, hanem ki fog erre térni mindjárt. A lényegben az, hogy a trombiták már több ezer éves hangszerek, vannak már az ókor Egyiptomból is már visszamaradott ilyenek kezdetleges trombiták, de Tubált az 1860-as években kezdték el csak kitalálni, amikor elkezdődött, és ezért megkapta minden jó tulajdonságát, amit addig kifejlesztettek, és egyből úgymond jó hangszer lett. Azt szeretem a hangszerünkben, hogy nagyon sok színű tényleg. Nagyon sokszor van szerencsém játszani esetleg szimfonikus zenekarok egy-egy cselló versenyt vagy fagottot. Szóval nagyon könnyű vele, nem könnyű, nagyon színesen lehet vele játszani. Sokkal nem akarok egy hangszert sem degradálni természetesen, de sokkal sokszínűbben lehet vele játszani, mint mondjuk akár egy zongorával. Sokkal több színt lehet vele kijönni, sokkal érdekesebb technikákkal lehet vele fújni. Nagyon sok minden van még a tubában, sőt nem fedeztek föl, nem találtunk még kisen, rengeteg játéktechnika, a manapig fejlődik, ugye egy 150 éves hangszer az gyakorlatilag baba, secsemű a hangszerek történetében, biztos fog még fejlődni, rengeteg fújási technika fog változni, és én is kíváncsi várom, mit hoz a jövő. Sörözés közben Mozartot hallgatni egy kötetlen oldott formájú találkozás a klasszikus zenével. Aztán jöhet egy új találkozás, a Blue Motellel, akik eklektikus rock blues zenét játszanak. Könnyebb műfaj fajsúlyos előadóitól szóltak dalok. Sheryl Crow-tól, a Mocsibától, Bryan Adams-től és a Roxette-től, hogy mindenki megtalálhassa a számára kedveset, tetszőt. Jellemzően mások dalait, külföldi előadók dalait játszátok itteni rendezvényeket, majd vannak saját szerzemények is. Külföldi előadók, elsősorban külföldi előadók szerzeményeit, viszont gondolkodunk már saját szerzeménybe is. Tehát vannak szárny próbálgatások. Ki írja a zenét, ki írja a szöveget? A szöveget én írom, a zenét az meg hát a Pisti, meg a, hát a zenekar több, tehát összerakjuk együttesen. Tehát a szöveg az általam adott, és akkor így kerül elemzésre úgymond, és majd utána, ahogy megszületik a dallam rá. Igen. Amikor egy külföldi, nem is az a lényeg, hogy külföldi, amikor egy másik előadónak a számát zenéli valaki, mennyit a saját hozzáadott érték? Hát szerintem igazából én úgy gondolnám, hogy akkor jó egy feldolgozás, hogyha az a szívből jön. Tehát, hogyha nem úgy van eljátszva, hogy most az mindenképpen minden hang a helyén legyen. Legyen persze a helyén, de hogy legyen benne valamiféle plusz, amitől a sajátjának érezheti az ember azt a dalt. Igen, én is így gondolom, hogy az ember maximálisan vegyen részt benne, tehát tudj azonosulni az előadóval, viszont meg a zenével, meg igazából még talán a szöveggel is, mert vagy a mondani valóval inkább, mert úgy lesz hiteles. Viszont hogyha nem tudod belevinni magad, akkor nagyon hiányos lesz szerintem. Tehát ez is nagyon fontos, hogy tudj azonosulni, hogyha azonosultál, akkor magadévá tudod tenni, és akkor sokkal maximálisabban tudod színpadra vinni, úgymond.
Ez az összeállítás csupán ízelítő a 6. Vekerlé sörkör kulturális kínálatából, hiszen több más zenekar is fellépett, miközben a látogatók fél tucat forgalmazó, közel 40 féle söréből kóstolhattak.